Köszöntöm a nézőket! Önök a nemzetiségek jogairól szóló műsor harmadik videóját látják. A nemzetiségek jogairól szóló törvény módosításának az előkészítéséről beszélünk ma. Önkormányzatok jogai, 10. paragrafus 4. bekezdés. A nemzetiségi önkormányzatoké természetesen. A helyi önkormányzat esetében kimegy, mint a jogszabályból a helyi szó, a nemzetiség ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, e körben ellátja különösen a település megye illetékességi területén jelentkező, abból itt a törvényből kimegy, hogy kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással és múzeális intézmények fenntartása, a közművelődéssel kapcsolatos jogok, ezek kimennek belőle, mert ez a kulturális szakma önkormányzatiságot kap országos szinten, így aztán ezt ők fogják rendezni, nem a kisebbségi önkormányzat. De ez, tehát ugye az önkormányzatisága a kulturális szakmának abból áll majd, hogy a kulturális szakma alkalmazottai megválasztják a kultúrának a közös vezetőjét országos szinten, tehát ez nem nemzetiségi dolog, hanem országos, és ennek a keretében megváltozik egy minimális szinten a kisebbségi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok jogosultsága. A nemzetiség szellemi épített tárgyi örökségével kapcsolatban minden marad úgy, ahogy volt. Az írott és elektronikus sajtójával, szociális alapellátásával és helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat. Nos, az írott és elektronikus sajtó kikerül az önkormányzatok és az állam kezéből, vagy legalábbis ami benne marad, az is szokás szerint országos szintre rendeződik, önkormányzatiságot kap. A szociális alapellátást a szociális igazgatás fogja biztosítani, amely szintén, mint a kulturális szakma és mint a sajtó, az állami sajtó országos szintre rendeződik, és ők maguk választják meg a saját vezetőjüket, ebben nincs se kormányzati, nem lesz se kormányzati, se parlamenti beleszólás. Úgyhogy ez a törvényi rész azért módosul, mert más szakmáknak megadjuk az önkormányzatiságot. Erről pártunk első ülésén beszéltünk még annak idején. A közfoglalkoztatás pedig felváltja a területfejlesztési vállalat, erről a területfejlesztésről, azon belül pedig a vidékfejlesztésről beszéltünk. Igen. Itt a magyarázat a módosításra, hogy a felsorolt területek mindegyike országos és helyi politika alól önkormányzatiságot kap, például állam kulturális élet alkalmazottjai választják meg a szakma közös vezetőjét, és az intézmény vezetőket is a szakma választja meg, a szociális igazgatás országos szinten rendeződik, központosul és önkormányzatiságot kap, tehát az ott dolgozók választják meg a szakma vezetőjét, és az intézmény vezetőket is a szakma választja meg. A helyi közfoglalkoztatás működés képességét, piacképességét ételéről a pártunk területfejlesztési csoportjában volt szó. A műsor linkjét ezen videó alatt megtalálhatják a bővebben, vagy viewmore, vagy more kis fülecske alatt, azt lenyitják, és akkor ott megtalálják a különböző eddigi műsoraink linkjét, meg azt eddig mire jutottunk. Aztán 5. bekezdés. Ez visszautal a 4-re. A 4. bekezdés szerint a kötelező feladat ellátása során a helyi önkormányzati képviselőtestülete, amennyiben a helyi önkormányzat nemzetiség ügyek ellátására vagy a nemzetiségekhez tartozókkal a minőségükben érintő feladatok ellátására a helyi önkormányzatról szóló törvény szerinti szervezetet hoz létre, vagy szerződést köt. A nemzetiségi önkormányzat egyetért alapítás szerződés kötés során az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértését, ha települése megyében nem működik, nemzetiségi önkormányzat a település megyé székhelyen rendelkező nemzetiségi egyesület véleményét beszerzi. Nem lesz helyi önkormányzat,
mert összevonjuk ezeket összevont önkormányzatokká, várhatóan a 3200 önkormányzatból 200 lesz, így aztán a helyi önkormányzatok megszűnnek, vagyis hát összevonásra kerülnek. Az önkormányzatok összevontan fognak kisebbségi politikát folytatni, mert arra ott van a regionális és országos szintű nemzetiségi önkormányzat. Akár regionális, akár országos szinten milyen nemzetiségi önkormányzatot adunk, hát ezt nem értettem, de még egyszer fussunk neki, akár regionális, akár országos szinten milyen nemzetiségi önkormányzatot adunk, ha közben, igen, megengedjük, világos. Tehát a szokás szerint ez a bekezdés arról szólt, hogy a magyarok határozzák meg a kisebbségi, vagy más szóval nemzetiségi politika lényegét, ezt megszüntetjük, ezt a bekezdést, pontosan azért, hogy ez ne így legyen. Hatodik bekezdés. A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a helyi önkormányzat képviselő testülete feladatait, településen, megyében működő települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzattal, nemzetiségi egyesülettel történő együttműködés során ideértve a javaslatok kezdeményezések kezelését, véleményezési és egyetértési jog gyakorlásának részletes rendjét. Nos, ez nem fog megtörténni. Mehetünk tovább, hetedik bekezdés. A helyi önkormányzat negyedik bekezdés szerint kötelező feladat ellátása során nemzetiségi jogok érvényesülése érdekében a településen, megyében élő adott nemzetiséghez tartozó kezdeményezésére megteszi a szükséges intézkedéseket a helyi önkormányzat óvodai ellátás nemzetiséghez tartozók által történő igénybevételének biztosításával. Megszervezésével a megszervezések feladat ellátására kötelezett által történő megszervezésének kezdeményezéssel kapcsolatban blabla. A lényeg az, hogy az oktatás önkormányzatiságot kap, így aztán majd annak az országos vezetésével kell tárgyalnia a kisebbségi önkormányzatoknak, de ezt nem írjuk elő nekik külön jogkörként, ha akarják, megteszik, ha nem akarják, nem teszik meg, ez az ő dolguk. Ez megint csak arról szól, hogy a magyarok próbálják behatárolni a nemzetiségek mozgásterét, de ezt nem megfelelő irányban jelen esetben. 8. bekezdés. A helyi önkormányzat a települése, megyében települési területi nemzetiségi önkormányzat hiányában az adott nemzetiség országos önkormányzata javaslatára tekintettel látja el a települése, megyében nemzetiségi jogok érvényesülésével kapcsolatos feladatait. Nos, mivel megszüntetjük a helyi szintű nemzetiségi önkormányzati rendszert, mert szétaprózott, és mindegy, már erről előtte volt szó, de az előző két videóban, de szóval mivel ezt megszüntetjük, a szétaprózottságot, és alapvetően csak országos szintűek lesznek, meg a romáknál ugye regionálisak, így aztán alapvetően nem fognak a helyi szintű nemzetiségi önkormányzatok létezni, így ez a bekezdés is megy ki. 9. bekezdés. A helyi önkormányzat képviselő testülete a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete kezdeményezésére a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre, vagy a feladattal megbízza valamely bizottságát. A nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságban a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő testület kijelölt tagja részt vehet, napirendi pontokhoz hozzászólhat. Ugye ez a bekezdés, ami kimegy a törvényből, ugye zöld eljelölt, ez megy ki, ez megint arról szól, hogy a magyarok viszik a kisebbségek politikai életét, ők maguk irányítják azt. Erről természetesen szó sem lehet, úgyhogy az előző bekezdés ment ki. 3. fejezet. Egyéni nemzetiségi jogok, 11. paragrafus, 1. bekezdés. Valamely nemzetiséghez tartozás kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. Ugye a feketében jelölt részek esetében nem megy ki a törvényből, tehát ez ugyanúgy benne marad. 2. bekezdés. Nemzetiséghez való tartozás kérdésében nyilatkozatra senkit nem kötelezhető, azonban törvény vagy végrehajtásra kiadott jogszabály egyes nemzetiségi jogok
gyakorlását az egyéni nyilatkozatához kötheti, ez is marad benne, ez rendben van, a harmadik bekezdés, nemzetiségi önkormányzathoz való jog és valamely nemzetiséghez való tartozás kinyilvánítása az e törvényben meghatározott kivétellel nem zárja ki a kettős vagy többes kötődés elismerését, ez természetesen ugyanúgy benne marad. 12. paragrafus első bekezdés. A nemzetiséghez tartozó személyeknek joga van az anyanyelvének szabad használatához, stb. B. Megtanulni az anyanyelvét, C. stb. Az oktatás esélyegyenlőségéhez, kulturális szolgáltatásokhoz, stb. Ez mind marad benne. D. Nemzetiségi voltával kapcsolatos személyes adatok védelméhez. Oké. Okay. Második bekezdés. Más állam állampolgárságának felvételéhez a magyar állam hozzájárulása nem szükséges, stb. Ez is maradhat. 13. bekezdés első, 13. paragrafus első bekezdés. A nemzetiséghez tartozó joga, hogy nemzetiséghez tartozását hivatalos statisztikai adatgyűjtés alkalmával önkéntesen és névtelenül megadhassa. Második nemzetiséghez tartozásra vonatkozó különleges adatok, stb. Ez marad benne. 14. paragrafus. A nemzetiséghez tartozóknak a közéletben való részvétele e minőségükre tekintettel nem korlátozható, stb. Ez is maradhat benne. 15. bekezdés. A nemzetiséghez tartozó személyeknek joguk van a családra vonatkozó nemzetiségi hagyományok tiszteletben tartására, családi kapcsolatai ápolására, stb. Ez is maradhat benne. Nos, egyébként ezekkel kapcsolatban általában azt kell tudni, hogy nem nagyon szoktak ilyen alapon pereket végrehajtani, pereskedni, mert egyrészt nagyon ritka, hogy ilyen jogokat megsértenének, másrészt, hogyha meg is sértik, azt nagyon nehéz bebizonyítani, hogy az úgy volt. És hát emiatt a nemzetiségi jogosultságok sok esetben papírral léteznek csak, de semmilyen más formában nem. Úgyhogy sajnos azt vehetjük észre egyébként a számos igencsak nagy lelkűnek tűnő törvényi rendelkezés közepette, hogy ilyen alapból nem tudnak, nem nagyon tud senki pereskedni ezek alapján, a kisebbségi jogosultságok alapján, nem tudja ezeket kikényszeríteni, és ezért is van az, hogy jó pár eddigi jogosultságot kiszedünk, mert annyira irracionális maga a törvény, annyira nem betartatható ez az egész, hogy nagyon nehéz ezek alapján bárkinek is pert indítani, hogy az ő nemzetiséghez tartozásának a családi oldalát valaki megsértette, ez piszkosul nehéz bíróság előtt bizonyítani, hogy ez tényleg így volt. Ez szinte kizárólag a bíró aktuális jó indulatán múlik. Ráadásul ugye azok, akik szegényebbek, azok meg alapból pereskedni sem tudnak, meg sok esetben a jogaikat sem ismerik, így ezeknek a jogszabályoknak csak akkor van valami értelme, hogyha a passzív jogosultságok mellé aktív dolgokat is teszünk, mint például azt, hogy be kell kapcsolódni a kisebbségi önkormányzatoknak a területfejlesztésbe, és ugye ezen keresztül munkahelyeket hoznak létre, tehát ez az, aminek van igazi értelme a jogszabályon belül. Ezeknek a passzív jogosultságoknak, ami csak úgy van, aztán kezdjél vele valamit, ezzel rendszerint nem is tudnak mit kezdeni, se pénzük, sem öntudatosságuk, sem pedig igazi komoly lehetőségeik nincsenek arra, hogy ezeknek valaha is érvényt szerezzenek, még ha esetleg sérülne is bármelyik ilyen jog. Ezért is van az, hogy az első videó elején kapásból nagyon gyakorlati dolgokról volt szó, hiszen az lesz az, amivel tudnak kezdeni valamit. Ezek a törvényi dolgok, ezekkel nem, vagy legalábbis nagyon-nagyon kismértékig tudnak majd valamit kezdeni. 16. paragrafus első bekezdés. Nemzetiséghez tartozó személynek joga, hogy anyanyelvén használja a család és utónevét. Jó, mehetünk tovább. Nemzetiséghez tartozó személynek joga van a saját és gyermeke utónevének, saját nemzetiségének megfelelő választásához. Tovább mehetünk.
harmadik bekezdés kérésére személyi azonosító igazolvány nemzetiséghez tartozó személy nevét az anyakönyvi bejegyzésben foglaltaknak megfelelő nemzetiségi nyelven is tartalmazza, mert tudva közösségi nemzetiségi jogok. 17. paragrafus. A nemzetiségnek elidegeníthetetlen közösségi joga az önazonosságuk megőrzése, ápolása, erősítése, átörökítése. Például nézzük ezt a dolgot. Menjünk egy picit. A nemzetiségek elidegeníthetetlen közösségi joga az önazonosságuk megőrzése. Na most például ilyen alapon pert indítani, hogy valaki nem engedte, hogy például egy bolgár kisebbségének a bolgár kisebbséghez tartozó megőrizze az önazonosságát, tehát azt, hogy egyáltalán bizonyítható legyen, hogy valaki ezt megsértette, az már önmagában szinte lehetetlen. Vagy például az önazonosság ápolása, hogy az mit akart akarni, ezt se nagyon tudjuk, meg senki nem tudja, mert nem léteznek ilyen perek igazából. Úgyhogy hát ezek ilyen elméleti szintű dolgok. Úgyhogy alapvetően itt az aktív jogosultságok és természetesen a pénzügyi támogatás az a két alapvető dolog, ami kulcsfontosságú ebben az egészben. A többi az lényegét tekintve csak a nemzetközi jogszabályoknak való megfelelés és törvényi blabla, képmutatás. Ezért is van az, hogy azért számos részt ki is veszünk belőle, mert nevetséges, vagy legalábbis betartathatatlan. B pont a történelmi hagyományainak nyelvük megőrzése, fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk ápolása és gyarapítása. 18. paragrafus. A nemzetiségeknek a közösségi névhasználathoz fűződő jogainak gyakorlás során joguk van történelmileg kialakult helységnevek, utcanevek és egyéb közösség számára szánt földrajzi megjelölések használatához. 19. paragrafus. A nemzetiség közösségnek joga van törvényi keretek között intézmények létrehozásához, működtetéséhez jó. B. Nemzetiségekhez tartozók, bár egyébként, hogyha nem adnak rá pénzt, akkor lehet joguk rá, semmire nem mennek vele. Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez, oktatáshoz, nemzetiségi kollégiumi ellátáshoz, stb. Ez is marad benne, csak jelzem azt, hogy ennek a törvényi résznek nincs túlzottan nagy súlya a valóságban. Az országos önkormányzat útján kiegészítő nemzetiségi nevelési oktatási feltételek megteremtése. Jó. 20. bekezdés. Ez is marad benne. Magyarország törvényi keretei között biztosítja a nemzetiségi közösségeknek rendezvényeik, ünnepeik zavartalan megtartásához, építészeti, kulturális, kegyeleti és vallási emlékeinek, hagyományainak megőrzéséhez, ápolásához, átörökítéséhez, jelképeihez használatához fűződő jogait. 21. paragrafus. Nemzetiségi szervezet megilleti széleskörű és közvetlen nemzetközi kapcsolatok képítése és fenntartásának a joga. 5. fejezet. A nemzetiségek oktatási, kulturális és média jogai. Nemzetiségek oktatási önigazgatása. 22. paragrafus első bekezdése. Törvény értelmében igen, a pirossal jelölt részek azok, amik bekerülnek a törvénybe. A fekete az pedig benne marad. 22. paragrafus 1. Törvény értelme nemzetiségek által használt nyelvek számít a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, kínai, vietnámi, héber és az ukrán nyelv. És az örmény nemzetiség esetében a magyar nyelv is. Jó, ez csak ennyivel kiegészül azzal a hárommal. Az állam a magyarországi nemzetiségek anyanyelvét közösen összetartó tényezőként ismeri el. Az állam tekintet nélkül arra, hogy köznevelési intézménynek ki a fenntartója, támogatja a nemzetiségek által használt nyelvt, a alkalmazását nemzetiségek... mindegy, mehetünk tovább, marad benne. Nemzetiséghez tartozó gyerekek szülője vagy gyámja döntésétől függően anyanyelvű nemzetiségi, két tanítási nyelvű, nemzetiségi nyelvoktató, stb. Mehetünk tovább, tehát ezek ilyen nyelvi jogosultságok. 4. bekezdés. A nemzetiség anyanyelvű vagy anyanyelvi nevelése, oktatása helyi lehetőségeknek igény szerint
nemzetiség óvodákban, stb. 5. bekezdés. A településen meg kell szervezni és fenn kell tartani a nemzetiségi óvodai nevelést. Tovább mehetünk. Oké. Okay. Ja, na akkor nem megyünk tovább, vissza a 5. bekezdés. Településen meg kell szervezni és fenn kell tartani nemzetiségi óvodai nevelést, továbbá a nemzetiségi iskolai nevelést, oktatást. A roma nemzetiség esetében a 3. bekezdés szerint igények megfelelően, ha ugyanez a nemzetiséghez tartozó 8 gyermek tanuló szülője fenntartótól kérte, akkor az óvodai csoport, iskolai osztály köznevelésre szóló törvény rendelkezése alapján megszervezhető. Tehát ugye 8 főhöz kötik azt, hogy helyi szinten bármiféle külön oktatásban részesíthessék a nemzetiségeket. Mehetünk lejjebb egészen a pirosig. A 8-as számot az adott nemzetiség országos nemzetiségi önkormányzata módosíthatja az oktatás vezetésével konzultálva. Tehát alapvetően nem ragaszkodunk ehhez a 8-as számhoz. Nem tudni, hogy ki volt az, aki kitalálta azt, hogy pont 8, és hogy miért nem adott lehetőséget a helyi szintű konzultációra, vagy a nemzetiségek esetében bármi egyébre. Így nyilvánvalóan ezzel kiegészítjük, hogy természetesen ez a 8-as szám, ez nem ragaszkodik a törvény, ez értelemszerűen ezt ők döntik el, az érintettek, az oktatás és a nemzetiség. 23. paragrafus első. A köznevelés és a felsőoktatás törvényi szabályozása az oktató-nevelő tevékenység szerkezetének és tartalmának meghatározása, valamint a tevékenység ellenőrzése során e törvénnyel összhangban érvényesíteni kell a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő nevelési és oktatási érdekeket. A nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban biztosítani kell a népismeret tárgykörébe tartozó ismeretanyag elsajátítását, így különösen a nemzetiség és az anyaország jelenének, tehát ennyivel kiegészítjük, hogy a nemzetiség és az anyaország jelene fontosabb, mint a múltja, vagy a földrajza, mert igazából a jelen az, ami meghatározza őket. Úgyhogy ez még hozzájön. Tehát ennek a megismerését biztosítani kell, oké, mehetünk tovább, 3. bekezdés. Nemzetiségi óvodai nevelésre, nemzetiségi iskolai nevelésre, oktatásra irányuló igények felmérésében, megszervezésében nemzetiségi önkormányzatok együttműködnek, jó, mehetünk tovább. Ezt értelemszerűen ez logikusan maradhat benne, 4. bekezdésre szintén feketében jelölt marad benne, nemzetiségi anyanyelvű és anyanyelvű közneveléshez, az anyanyelvű pedagógusok képzéséhez, továbbképzése biztosítása az állam feladata. Oké. 24. paragrafus. Nemzetiségi önkormányzat köznevelési törvényben az állomáztartás működési rendjéről szóló jogszabályban meghatározottak szerint köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fent. Mehetünk tovább. Igen, 2. bekezdés. Az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény a több célú intézmény vezetőjét oktatási miniszter egyetértésével fenntartó bízza meg, ez kimegy, oktatási minisztérium megszűnik, nem lesz oktatási miniszter, a szakma idővel önkormányzatiságot kapva, az oktatás lesz az egyetlen, ami késleltetve kapja meg. Erről majd lesz szó az oktatási csoportban, hogy ez miért szükséges, és alapvetően emiatt, tehát a miniszteri pozíció ebben a tekintetben megszűnik, ebben a szakmában, tehát alapvetően az intézmény vezetőjét az intézményben dolgozók bízzák majd meg, és ezen keresztül biztosítjuk a szakmaiságot, az emberbarát működést. A munkáltatói jogokat az országos nemzetiségi önkormányzat fogja gyakorolni, nem pedig valamilyen központi fenntartó vagy önkormányzati fenntartó, hanem a nemzetiség. Természetesen jó, tehát itt a fenntartói jogosultságról szó, mehetünk tovább, a miniszter egyetértését szintén nem kell kikérni, mert nem lesz miniszter. A reformjaink alapján az egész oktatási rendszer megváltozik, így az alábbi paragrafus, a 25. paragrafus az átalakítás lefolytatásáig értelmét veszti, utána pedig, ha szükség lesz rá, akkor majd át kell fogalmazni.
jön ez a 25. paragrafus, ezt majd, tehát itt átmenetileg értelmítve, ezt az állami feladatot ellátó intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére át kell adni az országos nemzetiségi önkormányzat részére annak az országos vagy térségi beiskolázású köznevelési intézménynek a fenntartói jogát, amely alapító okirata alapján nemzetiségi feladatokat lát el, és gyerekek tanulók legalább 75%-a részt vesz nemzetiségi nevelésben, oktatásban, illetve ellátásban részesül a kezdeményezéshez. Jó, mehetünk tovább, tehát akkor ez megy ki belőle. Második bekezdés. Települési nemzetiségi önkormányzat megkeresésére az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértése esetén az intézmény, tehát ugye itt alapvetően intézményi átadásokról, meg intézményi kérdésekről van szó, de ami az önkormányzatoknál volt, az átkerül az országos szintű oktatásba, úgyhogy települési önkormányzat ilyen kérdésekben nem fog dönteni. Oktatási miniszter nem lesz, úgyhogy a szinte minden megnevezett távozik, akiket a törvények megneveznek, az intézmények sorra megszűnnek, mint a helyi szintű nemzetiségi önkormányzat, az oktatási minisztérium, a helyi szinten fenntartott oktatási intézmény, tehát ezek a lehetőségek megszűnnek, ezek országos szintre rendeződnek, és sorra önkormányzatiságot kapnak a különböző szakmák, mert utóbb. Harmadik bekezdés, amennyiben a települési nemzetiségi önkormányzat feladatellátás törvény alapján köteles fenntartói átvett köznevelés, jó, mindegy, mehetünk tovább, nem számít, ezek intézményi dolgok, nincs komolyabb jelentőségük, a negyedik bekezdés is mehet tovább, nem lényeges, az ötödik bekezdés is, hatodik is, hetedik is, nyolcadik. Huszonhatodik paragrafus. Itt mindjárt megy ki az első bekezdése. Az országos nemzetiségi önkormányzatok esetében a nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai kollégium nevelés, oktatás, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében a nemzetiségi iskolai kollégiumi nevelés, oktatás finanszírozása, a nevelési oktatási feladatokat ellátó egyházi jogi személyre vonatkozó szabályokkal azonosan történik. Nos, valószínűsíthetőleg velük kapcsolatban az egyházi feladatok finanszírozása is megváltozik, megváltoztatjuk, ennek következtében ez a bekezdés nyugodtan mehet ki, ők normális finanszírozást kapnak, mint bárki más. Jó, és akkor a következő videóban folytatjuk a második bekezdéssel.